A Magyar Hősök Emléknapját minden év utolsó májusi vasárnapján tartják. Eredete az 1917. évi 8. törvényre vezethető vissza. Ebben mondták ki először, hogy nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni. A szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája jeléül a ma élő és a jövő nemzedékek okulására, a hősök dicsőségére a 2001. évi 63. törvény alapján minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök Emlékünnepévé nyilvánította. Az ünnepről dr. Pintér Zoltán Árpád képviselő a következőket nyilatkozta. Május utolsó vasárnapja, egyéb más jelentései mellett az úgynevezett Hősök Napja. Ez az ünnep egyébként, vagy ez az emlékezett politikai esemény, ez nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte különböző időszakokban, de megemlékezés keretében zajlik általában. Tudni kell, hogy már a első világháború, tehát az úgynevezett nagy háború utolsó éveiben emlékezett politikai okokból, illetve a nagy számú veszteség miatt erről a napról emlékünnepén kezdtek gondolkodni, illetve törvény is rögzített, hogy a elesett katonahősök emlékét méltó módon meg kell örökíteni, nem is beszélve arról, hogy nem csak az első világháború, hanem a két világháború összességében Magyarországon több mint 1 millió katona áldozatot követelt, tulajdonképpen teljes generációk hogy is fogalmazok, a magyar nemzet élő ereje, életereje, bizonyos esetekben a jövője veszett el a frontokon. Nagyhatalmi érdekek volt erren, emiatt ugye a két világháború között már egy jelentős emlékezett politikai eseményé vált a Magyar Hősök Emlékünnepe, azonban a államszocialista időszakban, tehát 1945, pontosabban inkább már 47-48 után politikai okokból nem lehetett elhunyt, vagy egy hősi halált halt magyar katonákra emlékezni. A rendszerváltás után került újra köztudatban a Magyar Hősök Emlékünnepe, és egy 2001-es törvény rögzítette azt, hogy immár újra hivatalos ünnepé, emléknapá vált, és tulajdonképpen azóta országszerte megemlékezések zajlanak ezen a napon. Sajnos városunk is Karcag, ugye mind a két világégésben erején felül kivette a részét, és az látszik egyébként az áldozatok számán is. Ugye az első világháborúban több mint 800 hősi katonát, karcagi katonát tartunk számon, a második világháború esetében legkevesebb 361 katonánk, mintegy 24 leventénk esett áldozatul a város környéki, vagy a frontokon zajló harcoknak, nem is beszélve természetesen a második világháború esetén a nagy számú civil veszteségről, illetve a holokauszt mártírjairól. Nyilvánvalóan más emléknapok mellett úgy gondolom, hogy méltóképpen kegyelettel kell emlékezni az elesett hősökre, és ez az ünnep május utolsó vasárnapja hősök napjaként, vagy a Magyar Hősök Emlékünnepeként ezt szolgálja.